Sziasztok! Sziasztok, srácok! Oké, no, nem is húzzon tovább a szót, mint mondtam az előző alkalmakkor. Nem szerettem volna bemutatni a felvételt, de sikeresen tudjuk Rendben, munka. kész a szabad út. Sikeres. Szóljon, ha akar indulni. Ne pofázz meg vele. Szóval sikeresen túljutottam a felvételén. Felhagyja a boltot. Ennyi napba került igazából. Szóval már jóval a... Jó üldözést kívánok! Jóval a stream elején. El... Van egy MMRC, akadályozhatja az üldözést. Igen, ez a Jakob. Szóval a helyzet... Vigyázzon magára, kolléga, nehogy hozzam én oda mindjárt. Szóval a helyzet az, hogy nem akartam megmutatni a felvételi eljárást, hogy most mi álljak elé, vagy mindenki mit csináljak? Teljes mértékben szerintem tartóztassuk nulláról induljon, és mindenki számára korrekt legyen. Kicsit hosszabb időbe került ez a felvétel, mint ahogy elsőre mindenki tervezte. Ezen dolgoznak, tehát ezt kaptuk. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi a mai szolgálat, elmutogatták nekem az alapokat, stb. Úgyhogy kezdjünk is bele gyorsan. Nem is pofáznék túlságosan sokat. Az elkövető volt maszk. Úgyhogy akkor kezdjünk is bele. Most valószínűleg mindenki rabláson van, úgyhogy jó ideig... Volt az elkövető maszk. Jó ideig még várnunk kell. De beismert, hogy a múltkori Groove Street-i boltot is ő rabolta ki. Van a kajánk. Most éppen úgy néz ki, hogy van. Jó. Szép napot, kolléga! Ön már tisztelet. Jelentkezett járőrözésre? Bepipáltam magam, esetleg... Mondjad a nevet, és akkor kérem, hogy osszanak be minket valahova. Vászolj, Viktor vagyok, és köszönöm. Vászolj? Vászolj, elipszilonosével, így van, így van, így van. Rendben. De azt nem kell mondani, hogy elipszilonosével, mert az nagyon hülyén hangzik élőbeszédben. Persze. Vászolj, Viktor és Flynn Hayes, beosztást kérni esetleg a járőrözésre. Jelenleg rablás van, majd Gustavo meg ült, ez majd utána kap. Ketten vannak a kapitányságon, álljanak össze. Rendben. Két akademista, ez biztos? Nyugodtan. Mennek. A Donovan, ha hamarosan visszatérünk, akkor majd elviszünk egy-egy akademistát. Nem, jöjjön, addig járőrözünk mi. Jó, a kocsikat, hogy így nekem ezt tegnap még a kiképzésem erre nem tért ki, mert nagyon később kerültem, hogy ezt így hogy kell megszerezni, vagy ilyesmi. Autókat? Azt mondja, itt kell venni a néni néle. Kell őket megvenni. Mondjam, hogy melyik a kötelező? Nem lesz nálam annyi készpénz. ATM van itt a környéken? Van. Addig leparkol. Jó. Addig jöjjön, kérem, hogy felsorolom az autókat. A magánál jegyzetfüzet vagy valami? Hát az lenne, de mondom, tehát először nekem pénz kéne, és akkor utána sorolhatja a járműveket. Ja, rendben, úgyis csinálhatjuk akkor az a pénzt, hogy tud levenni pénzt? Én tudok, nekem van pénzem, igen. Rendben. Vagy várjuk erre, azt kell mondani, hogy nem is akkor ad, ugye? Nem éppen. Ó, egy ATM. Igen. Te menő, hogy van egy saját ATM a kapitányság. Mennyire lesz? 3000 elég? 3500-at vegyen ki, és az biztosan elég lesz, azt hiszem. Hát, mintha lenne annyi pénz, nem van. Bár, biztos? Egy ezre sem maradt. Kicsúsztam. Bocsánat, 800 euró maradt a számlámon, egész pontosan. Jézus. De semmi gond, abból még talán nem halok éhen. Ó, megérkeztek a kollégák. Mennyi, majd átveszem a bírom, mennyi nyugodtan. Finn, hozzánk, hogy beadsz a Donovannel. Rendben. Maga pedig az egyik üldöző egység, akik hamarosan össze fognak terni szerintem. Aha, oké, és köszönöm szépen. Én addig megvehetem a kocsikat, és abba tudnak segíteni nekem esetleg? Miben? A kocsik meglételében. Most szerintem vegyem meg mindent, az a legegyszerűbb, mert mindent szoktunk általában használni. Ritkán, de mindent használunk. Tehát mindent vegyek meg. Főként a chargereket, ilyeneket, RS6, Interceptor. Megjegyeztem a kötelező útokat. Remek, köszönöm. Azokat a lószor vegyem meg, aztán... Okés. Aha. Igen, csak én nem fogom hallani a palit. Aha. Tisztelet. Tisztelet. Tehát először is, amit kellene, fogod a Samara. Samara. Igen. Az akademistából vegyem meg, ugye?
itt a Lada Samara. Igen, az akadémista el, ott a Sprinter, kerékpár és a Lada Samara. A harmadik opció. Jó, igen. Erre járnak? Itt vagyok, régi HK-s nő. Menjünk tovább, legyenek információ. Ubukafő. Utól megyünk északnak. Hagyjuk be a városat előtti utcát, menjünk felfele tovább. Vagyunk a X-Bolt mellett ingatlan. Menjünk vissza belvárosi bolthoz. Itt vagyunk belvárosi bolt, mert parkolóház, tudják ez a szűk. Meg tudom nézni én is. Anyargunk bent a parkolóház. Igen, meg vagyok. Itt vagyunk az anyuk. Szuper. Azt mondja, hogy... hol van ez leírva? Vagy már mit tudom, csak hogy nem találom azt a szobát. Ó, kenyér. Igen. Igen, na, szóval... Lada Samara benne sincs, igen, rohadtul átbasztak. Igen, mi a következő? Olyat a Prius nem ez van. Samara biztos? Nézd meg, magamra hagyott. Jó, mindegy, azt mondja, hogy... Ford Mondeo. Jó, engem hashtag leszart. Ja, mert ott megy segítség. A szomorú. Megoldom egyedül. Most. Az igen. Milyen kis fasz a sisakom lett. Gondolom, mert rávittem a cross motorra. Következő. Jól lenne sorrendbe haladni. RS 4, az RS 6. Hol az RS 4? Oh, Dodge Demo, egy ilyen kell. Orra, nem a helikopter. RS 4, de RS 6 van. Lehet, hogy elírták? És RS 6 lesz? Vagy ez egy RS 4? Majd vigyázzon, hogy nagy balra menjél. Vá, menjen sem. Ada, Peter, fi, hát te. Jó, RS6 lesz ez az RS4. As I can see. Aha. Jó. Tolatva ezt ne csináljátok utána, mert ez nagyon szar. Következő. Igen, ezt kell csinálni egyszer, sprinter, pont. Jó, igen, és ez macerás lesz oda eltárolni. Ez csak orrral fog menni. Mert, hát ugyanagyobb, mint az elején, és hagyni kell időt felnyílni, meg helyet. És tudom, hogy befér oda lentre. Tudom, hogy valami nem fér be, de azt szerintem csak a busz. Nagyon jó. Jó, oké. Következő. És akkor ezután jön, várja a megtolingolás. C63. Kérdezném az üldöző egységeket, hogy hogy állnak, kell lehetek még a folyó, tart még. Jó, köszönöm. Romra van tőle a Porsche, szóval nem hiszem, hogy túl sokáig elhozzuk. Felvérés. Ez egy nagyon jó autó, ez nem
tetszik nekem. Tegnap vezettem. Jó volt a film. Lezárja magát? De menő. Vagy csak én zárom be, hogy nyomok egy elvetőt. Ott ők ezt látom képzelni. Elég közel vagyok hozzá. Aha. Itt én zárom be egyfajta. Jeep Wrangler. Hopp, jön vissza. Ha nem kéne rá spawnolni az arcát, nem örülne neki. Megfordult, haladunk déli irányba. Jeep Wrangler. Felfordultunk a pizzázó irányába, éjszaknak. Nem mentjük az a felmünk a felső autópályára a régi rendőrség mellett. Felmentünk a város autópályára. Szép napot! Tiszteletem. Magukkal vagyok beosztva? Felajtunk a Varoda nem, mellett nem, az autópályáról. Ja jó, oké. Jó, Jeep Wrangler megvan, rendőrségi rossz macián. Felmegyünk a belváros autópályára, haladunk Iron Gun irányába. Visszafordulunk. Iron Gun már itt van. Visszahajtunk a Varoda mellett autópályáról. Varoda irányába lefordult. Lemegy a csatornákba, Varoda mögött. Nem csatorna, hanem Varoda mögött vagyunk. Jó, a Mondeót már megvettem. Felhajtunk, lefordult délnek. Tudunk éjszaknak. Nem előtti benzinkút mögött vagyunk. Ez Honda, nem ez BMW. De előtt most hajtunk el, Varoda mellé behajtunk. Az előtti sikátor vagyunk, visszahajtunk. Az előtti benzinkúton. Mennyi van még nálam? Tudunk a pizzázó irányába. Az... Behajtunk Varoda mögé. Jöttünk, Varoda előtt vagyunk. Adunk a rendőrség irányába, a rendőrség melletti hídon. És akkor most mindegyiket ki kell tuningolni. Rendőrséget most hagytuk el. Jó. Na, köszönjük. Hello. Oké, Emer. Én mások most kaptam meg vízes rendészeti kódex összeállítására 5 rendőrnél is rakira. Az igen. Hideges rendőr 10-8 szerető egészségem. GMR. Jó szolgálatot. GMR a választás. Az előző hát szerver is az volt ugye GMR. Nagyon tetszik nekem. A régi HK-s mellett vagyunk, haladunk déli irányba. Viszont 5 rendvédelmi frakira, hát összeállítani egy kódexet, azért az kemény. Az egymáshoz való viszonyok miatt az sok munka. Az azért nem szoktam annó. Régi takó mellett vagyunk. Sok sikert hozzá amúgy. Kell segítség, szóval nyugodtan. Takóta haladunk Hős húszta irányába. Vannak anyagok. Haladunk Hős húszta és sikátorok vagyunk, haladunk éjszaknak. Középrangba. Visszafordul, haladunk akkor éjszaknak, autókereskedés mellett. Autókereskedés mellett lefordul keletnek. Iron Gun mellett éjszaknak. Bizuál, köszönjük. Nem akarom zavarni most a rádióforgalmat a dolgokkal, nem kérni akarok engedélyt, hogy hagyj vigyem el megtuningolni. Szerintetek nyitva van amúgy most mi a legközelebb? Az. Szerintetek az most itt van. Az a baj, nem akarom megzavarni a rádióforgalmat, hogy lebasznak, de... Hát... Itt van valaki. Kollega? Tisztelet! Szép napot kívánok, üdvözlöm, Vászlói Viktor vagyok, rendészeti tanuló. Azt szeretném öntől engedélybe kérni, hogy most vettem, megvásároltam meg a kolléganőnél a gépjárműveket, és hogy ez nekem ugye full, tehát teljes mértékben gyári állapotúak. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy elvihetem őket ja. Esetleg pipálni. Uram. Nem tudunk oltatni? Igen. Szerintem nincs akadálya neki. Mert jelen pillanatban be vagyok osztva egy üldöző egységgel, akik nem jöttek vissza. Még nem. Uh-huh. Még nem nyomja a gáz. Ha most itt vagy egyetlenem valami. Negatív. Egy egységet már beosztottak, a másik akadémistát osztották abba az egységbe, őt fel tudták venni és el tudták menni. A két egység üldöz, egy pedig ugye a bolt lezárását végzi.
Azt vágom, csak egy szerelőtelepon ennyitve. Erről nincs tudomásom, uram. Reméltem, hogy legközelebb nyitva van, igazából csak ezzel tudok tájékozódni. Nemrég ébredtem, úgyhogy sajnos erről nem rendelkezem információval. Uh-huh. Állapotváltozás hát, azóta nem áll be. A tabletet nem nagyon láttam, hogy lenne. Lehet, hogy az most izé sztornó lesz. Amúgy nem volt, aki HR-esért könyörgött? A könyörök szó az túlzás, uram. Érdeklődtem, de néhány nap, igen. Akkor jó, akkor megvan. Csak ismeres volt a izé frizura, csak azért. Igen, hát uram, az a helyzet, hogy kicsit sokkaltam a napok számát, amit itt én, hát az ön, hát a használt szavakkal élve könyörögtem HR-esért. Úgyhogy igen, ezért szaporítottam meg, hogy minden nap bejövök ide egyszer. Hát ezt sajnos ezt kell csinálni. Hát igen, tehát hogy, és megmondom az őszintét, már nekem volt kellemetlen, és a végén meg is igyeztem, hogy tök jó, hogy én itt ennyire lelkes vagyok, meg kitartó, meg se többi, más ember rég feladta volna, de hogy az a helyzet, hogy én nem éreztem azt, hogy engem tártkarokkal fogadnának itt. Aztán amikor bekerültem, akkor az egész gyorsan ment, mert mázlin volt, de na mindegy, szóval uram, elnézést kérek, hogyha a könyörgéstek vette, nem annak szántam, csak beszerettem volna kerülni ebbe a remek csapatba, uram. Ja, de nem azért voltam, semmi probléma, semmi gáz. Hát sajnos ez ilyen. Ahogy mondtam, egy-két nappal ezelőtt, kb. Nagyjából nálam is ez volt. Vannak problémák, ugye, a rendőrségen belül is, kívül is, tehát... Igen, nehéz néha őket úgymond elérni. Eléggé sok a papír munkájuk. Pozitív, én is ezért nem is hát hibáztatom, vagy hogy mondjam őket. Csak ja, picivel nagyobb rugalmasságot legalább akkor, hogyha már itt vagyok, akkor ne küldjenek el, hogy negyedjére is mondjuk. Én csak ennyit kértem volna. Igen, csak tudja, ez úgy van, hogy azért vannak különböző alosztályok, és nekik van ugye különböző feladatok. Most ugye oké, hogy ugye a vezérőrnagyok, illetve egyéb magasabb rendfokozatban lévő emberkék ugye tudnak intézkedni, de értelemszerűen ugye nem fogják elvenni ugye az alosztálynak ugye a munkáját. Tehát igazából, hogyha videkötél szakad, akkor avatkoznak úgymond be, mint ahogy ugye történt, hogy ugye azon a napon ugye sikerült elérni, ugye a... Visszaindultunk a kapitányságra. Főnököt. De általában az szokott lenni, hogy ugye nem fogják elvenni a HR-esek a munkáját. Tehát azért attól függetlenül, hogy most a felvételt intézi ugye a HR-osztály, attól függetlenül ugye más feladatuk is van. Persze ugye az újoncoknak ugye nehéz, hogyha éppen nincsenek ugye jelen, de hogyha éppen ugye irodai munkát végeznek, az ugye látszódik a későbbiekben, viszont ugye azt ugye már az állományon belül lehet ugye érzékelni. Uh-huh. Hogy értem. Mégis itt vannak és dolgoznak. Nem becsmérelni akartam a munkájukat, ez eszembe se jutott. Erőt egészséget. Lenne egy kérdésem, amíg vissza nem ér az üldöző egység, addig lehetőségem van esetleg a most frissen a kolléganőtől vásárolt járművek megtuningolására? Bemutatkoznék, az üldöző egysége vagyunk. Értem, magukhoz vagyok beosztva, mert a tabletben nem ezt láttam. A tablet az be van szarva, szóval jelenleg azt sem tudom, mi van benne, de most ráfrissítek, hát ha sikerül. Nem, még mindig nem jó a tablet. Én meg tudtam nézni, én a másik egységgel vagyok beosztva, de elnézést uram, hogy nem tudtam, hogy megok a másik üldözettség. És hova akar menni? Tuningoltatni. Nincs nyitva a szerelőtele, csak annyi probléma van vele. És ezt miért így kell közölni? Szétszakad az agyam. Mi történt? Stáva. Fáj a fejem, csak ennyi. Az nem jó. Hát ha hidegsanyi itt van, akkor menjen a hidegsanyival járőrözni, ott az Interceptor vihetik. Parancs. Alkov úr, meg a járőr ügyintézés, bármi. Nem, mert te hova mész? Ne, csak kérdezem magától, mert együtt vagyunk beosztva. Négyes egység, ugye?
Hát... Jól láttam. Igen, 4-es egység, így van. Az az északnyugati része a városnak, igaz? Hát ha 4-es egység a 4-es zónát jelöli, akkor igen. Igen, igen. Hát ott a 4-es zóna, így van, 4-es zóna. Hát igen, kaszinó, gazdag negyed fele, és alulról... Kaszinó? Nagyjából a taxitársaság. Kaszinó, igen. Nyugatást megoldják. Akkor az észak-keleti része vagyok. Észak-keleti, igen. Nem azt mondtam? Észak-nyugatit mondod? Nyugatit mondtam. Bocsánat. Nem, mert Perszbe elugrunk. Jó, rendben. Rablás, köszönöm szépen az együttműködésüket, meg a sikeres elkapásokat. Ne zárja a rablás! Még a kihallgatásnak, ne zárja a rablás, olyan őrületesen sokan nem vagyunk. Talán a kihallgatás végét várjuk, meg akkor zárjuk. Rendben. Kapcsolunk egy trafit. És megkezdte a járőrözést két fővel. Mi is megkezdtük a járőrszolgálatot. Nagyon szép volt, akartam is kérni. Igen, csak az a helyzet, hogy Malk úr nem mondott egységszámot, nem mondta, hogy hány fővel kezdték meg a járőrzést. Ez számomra nem tartalmazott információ. Nem baj, engedj el, ez így jó volt. Értem, de a vezetőségnek példát kéne mutatnia, nem? Majd Malk úrat meg fogja is venni, engedj el. Mondták nekem ezt már párszor, hogy meg fogom ismerni Malkot. Van egy stílusa, van egy stílusa. Én ezt értem, de ön is értse meg az én álláspontomat, hogy én tanulni szeretnék, és jelen pillanatban nincs előjáró, akivel ezt meg tudnám tenni. Mert az előjáró, aki most rádiózott, helytelenül használta. Ha én használom helytelenül, akkor valószínűleg ő lesz az első, aki engem kibasz. Nem fogja igazából kibaszni, egyrészt ugye most van itt egy-két napja kb. Illetve ugye valamelyeszintre ugye ez a kiképzők dolga lesz majd. Értelemszerűen az alapokat én át tudom adni majd önnek, úgyhogy amit bevásároltam, vagy bevásároltunk, bármi kérdése van, akkor... Majd egy bankot látogassunk meg, mert így, hogy nem tudtam tuningolni, egy Rohedli KP van nálam, és hogyha most pofálőnek... Ha átmegy az épület másik oldalra, akkor baloldalt a sarokba talál egy ATM-et. De abban nem tudom begyűrkészni a pénzt. Ja, úgy értem. Tisztelet. Volt. Tehát ott az uraknak. Tudná nekem ajánlani esetleg valami jó kis menüt? Hát menüből azt tudom ajánlani, hogy vannak a napi menünk, tehát van a mai csütörtöki napi menünk. Viszont, hogyha olyat szeret, amit én állítok össze, akkor én a pörköltet, illetve gyümölcslinket ajánlom mindenféleképpen. És az mennyi? Attól függ, 131 egy darab. Tehát mind a kettőből 130. Tehát, hogy 130-ért kettőt kapok, a egy pörköltet, meg egy 130-ért kap egy pörköltet, meg egy darab gyümölcslét, így igaz. Aha, akkor szeretnék kérni... Hát mit gondol, mennyi elég itt az esti szolgálatra? 5? Attól függ, mennyit tartózkodik itt a lázsa, mennyire szokott éhes is szomja semmi. Van pocim, amiben tudok tömni dolgokat. Hát, nem költött ajánlani neki így a időre. Mennyit ajánlom? 5-öt. 5 darabot. Akkor 5-öt szeretnék kérni, mert elfogadom az ajánlatot. Bocsánat, matekból mindig is megbuktam. 5x130-hoz? 650. 650, köszönöm szépen. Most hoztuk a Pálinkás Antalt, aki elkezdett csinálni, és akkor beismert, hogy tök bőr volt, de bukkott, illetve azt, hogy rendőröket lőtt le, illetve a, mikor a Lázadot elrabolták, azt is beismert, hogy ő volt. Szerencsé. Vegyünk a kapitányságon mindjárt. Köszönöm. Egy fel a kihallgatóban már. Tökéletes azért. Egyesben várjuk akkor. Intézzük Tumira a kihallgatását a Gusztival. Szétapod. Ki a baj már rám? De se... Ah, sejtan, az a több darab. Jó meg, MG. Tisztelet. Szeretnék kérni 10 darab... Beismerte azt is, hogy a Pinkoton is terült meg két rendőrt, illetve azt, hogy egy interszatoros egységet is likvidált. És ennyire mindjárt itt vagyunk. Sajjában a kollégáltam, mert észrevette, hogy körözött személy.
csinálni? Vagy egy imkét? Amúgy tök hangulatos ezek lesz. Köszönöm, uram. Szép tapot. Viszlát, sziasztok. Viszontlátásra. Lenne ilyen autóm. Még ki nem hölgött parancs. Köszönöm szépen, uram. Nem kellett volna. Hát igazából milyen az egész város, nem most mindenki bement. Osztot látogassuk meg, legyen kedves. Gyorsan beütöttem a GPS-be. Ja, mondja csak, hogy egy bankot, aztán ennyi. Mondtam csak, hogy a legközelebbi megnéztem gyorsan a GPS-en. Jó. Hát én is berakom, mert én is kicsit sokat vettem fel. Szervusz, Kovi, jó RP-t. Tisztelet! Szép napot! Nem? Mennyi van nálam? Ezt az 1700 eurót legyen szíves a számlába felrakni. Kurva jó csávon, nagyon szeretem. Köszönöm. Nem? Mennyi van nálam? 1697. Hárommal basztam el. Kicsit üregesítő, de jó. Számlára 1003 körül. Lehet elveszíteni rengeteg lóvét egyébként, de már 20 percet biztos itt lesz. Na, hát is vette, hogy rendelkezik. Hát nézze, uram, ezt csak úgy tudjuk meg, hogyha gyakoroljuk. Én önmagamtól azt mondanám, hogy egész jó a helyismeretem. Jó, oké. Akkor itt középen akkor a GPS-re fogok beütni akkor koordinátákat, és akkor azokat legyen szíves megmondani nekem, hogy mi a nevük. Rendben? Jó. Jó. Vagy inkább mondjak nevet, és inkább jelöljön. Melyik? Legyen. Hát nézze, legyen akkor az utóbbi, amit mondott, az hát, ha jobban fejleszti. Uh-huh. Jó, akkor jelölje be nekem a nagy színpadot. Nagyon jó. Mirror Parki ital volt. Nem jó. Lejjebb keressük. Az ital volt? Amit most jelölt, az a Mirror Parki benzinkút. Ital volt. Uha, meg vagyok lőve. Ez csak. És ez mitől Mirror Park? De jó, oké, értem, oké. Hát a széle, de ugye ital volt. Tehát azon van a hangsúly. Ja, értem. Oké, és rendben, elnézést kérek. Jó. Hegyaljai volt. Hegyaljai az a... igen. Hegyaljai az... szerintem ez lesz az. Pontosan. Belvárosi volt. A belvárosi pedig az ott van az automosónál, ugye ez? Nem. Nem. Akkor, hát a másik tippem belvárosi boltra. A lentebbi, ami ez alatt van? Nem. Hát akkor ezt sem tudom. Az ott jó. Ez a belvárosi bolt? Aha, kórháznál, oké. Amit előbb jelzett, ez a striptease klubi.
Végül is van generáció, jó, oké, és rendben, rendben. Jó, északi ingatlanok. Uha. Ez nagyon specifikus. Hát északi miatt ezt gondolnám. Így igaz. Csöves lak. Csöves ingatlanok. Az könnyű. Ott lakom. Rendben. Arcadius ingatlan, vagy egyes ingatlan. Arcadius ingatlan. Az a... Hát talán ez lenne az Arcadius. Igen, ő lesz az. Groove Street-i volt. Hát az a Groove Street melletti, gondolom. Megkérnék, hogy legkésőbb 20-25-kor az alsó parkolóban gyülekezünk bevetési ruhában, illetve felszerelésben. Ó, hogy az várjam igen. Bele. Négyes egység visszaindult a kapitányságra akkor. Ez őszinte volt. Ne így kell most a rabszállításhoz. A rabszállítás? Van bevetésie? Pozitív, uram. Hát sisakom nincsen. Mármint maszkom sincsen. De... Amúgy... Nem lényeges. Bevetési legyen meg. Sisakot fog a gyarakterbe talál. Ó, remélok is. Minden el lesz mondva. Remélem. Hú, izgulok, izgulok. Vicces lesz, vagy nem lesz jó? Mondja meg őszintén, uram, ilyen veszélyt. Készüljön fel arra, hogy lőni kell. Jézusom. Kevésbé szeretném. Hát, valószínű, hogy azért kell visszamennünk, mert valószínű, hogy valakit elviszünk az államiba, úgyhogy... Ja, gondolom az a csávó, aki bevallott mindent. Lehetséges. Még van időnk. Van. 10 percig. Egy-két ominózus hely. Tetszik, hogy a kérképzést a szélőre. Itt jobb oldalt lévő épületnek mi a neve? Hát ez a nagy parkolóház. Vagy piros parkolóház. Úgy már pontosabb, piros parkolóház, igen. Hát van ez a nagyobb, meg van egy kisebb is. Hát ez az információs pont mögötti parkoló igazából. Vastelep? Jelölje be nyugodtan. Jó. Azt mondja, hogy vastele. Az délnek lesz. Ha jól tudom, ugye? És... az kb... Megmondom az őszintét, hogy nem ez a térképhez vagyok hozzászokva, ez a GPS-hez talán... biztos, hogy erre van, csak nem tudom, hogy konkrétan jó utcát jelöltem ebbe. Valószínűleg nem. Erre nézek. Nem. Nagyon nem. Nem. Akkor erre még, de ez meg nagyon lent van. Valahol a kettő között. Bocsánat. Itt van. Aha, igen. Oké, köszönöm. Lesz meg ideje gyakorolni, aggódjon. Igen, nagyon specifikusak, szóval ha azt mondja nekem, hogy nagy színpad, akkor azt nyilván tudom, hogy hol van, mert az azért nem annyira specifikus helyérti. Viszont ezek, amiket mondott, nyilvánvalóan, amik itt szájhagyomány útján terjednek, azokról nem nagyon hallok. Tehát ezt önök rendőrök hívják így, szóval... Igen. Hát igen, csak ugye ezt kell megszoknia, mert nyilván, ugye... persze. Nem azt mondom, hogy nem kibúvót kerestem. Csak elmondtam, hogy miért nincsenek meg ezek a fogalmak számomra. De térképismerettel azt gondolom, hogy jól rendelkezem, mivel taxis voltam ezelőtt, úgyhogy nagyjából, hogyha az ember azt mondja, hogy menjek ide, akkor oda találok. Csak nem biztos, hogy a legrövidebb úton. Az új pizzériát, ezt tudja, merre van a Casa del Gusto-t. Jártam már ott, de negatív, most így fejből nem tudnám elmondani. Mindegy. Ami mellette van bolt közvetlenül, az a... Nem emlékszem, hogy a Dahanra írt a jelentést, mert az benne Otto. Van, hogyha megtudják, hogy ő volt, akkor megölik. Az Otto Auto benzinkút. Ezt ritkán van, de ezt érdemes megjegyezni.
be is ment egy boltrablást is? Remek, jól értem. Jó, a... Tabletkezelés mennyire vagy? Hát nézze, egyszer vettük át, amikor bejöttem, azóta már így rutinosabban használgattam. Csomó mindenhez nem férek hozzá, kadét vagyok. Hát igazából elvileg csak az ügyletekhez nem fér hozzá. Hát ahhoz biztos, hogy nem. Keresés, jó, elítélték. Értelemszerűen ugye a keresés, azt akkor alkalmazzuk, hogyha mondjuk igazoltatunk ugye egy személyt, ugye oda be tudjuk írni ugye a nevét. Igen. És akkor ugye ki tudunk megkapunk ugye mindenféle adatot róla, esetleg van-e rajta körözés, különböző ügyletek, amik nincsenek lezárva, azokat érdemes ugye átnézni. Értelemszerűen, hogyha körözött személy, akkor úgy volt kicsit arrébb megy, berádiózza, hogy szeretnének erősítést kérni a pozícióra, elmondja, hogy hol vannak, megérkezik az erősítés, és akkor szépen beszállítják ugye kihallgatásra, esetleg ilyenre találkozik. Értem. Az elítélteknél ott ugye új lenyomat alapján tud ugye keresni, tehát hogyha új lenyomatot vesz... Legkésőbb 5 percen belül az alsó parkolóban legyen felszerelkezve. Felszerelkezve. Jó. Nem kellene. Az Explorer-en. Nem fog kellene, megoldjuk, hogy... Tapszállítás lesz szerdán. Milyen fegyvert kell kivenni a rakszállításhoz? M4. M4-et hozhat, most kérdeztem meg. Igen, jó? Illetve... Vagy hagyja magánál az LVB-t. Igen. Vagy az LVB helyett vegyen ki egy Scorpiont. Az LVB az marad, viszont akkor sokkolót visszateszem, az nem lesz rá szükség, vagy a tonfára sem. Zseblámpához maradhat, hát ha hókon kell vele verni valakit. Jó, és mit teszik? Azt mondja, hogy a testpáncél is fog kelleni, nem? Nem mondom mindjárt, hogy mi kell onnan. Hordozó mellény fog kelleni. Igen. Milyen mellény? Egy sisak. Hordozó mellény, az lent van. Lent van. Hordozó mellény, igen. Hordozó mellény, egy darab? Igen, egy darab. Igen. Utána sisakból vegyen ki kettőt, egyet vegyen fel majd. Sisakból egy pedig kettő. Legyen a zsebében. Igen. 7 darab kevlar betét. Aha. Illetve 1 darab fájdalom csillapító. Nekem a kaját le kell pakolnom, mert nem férek. Rendben. Kevlar betétből biztos kell 7? Igen, igen, biztos. Jó. Illetve, hogyha felveszi a sisakot, akkor a 12-et. Rendben. Azt mondja, hogy először is felveszem a sisakot. És a... Bizony, ez lesz az tökéletes. Jó, és akkor lehet, hogy így már hozzáférjük. Várjunk, eljön picit arra, hogy legyen szíves a havat. Ne eltakarítom. Hol van Ádám? Még egy picit arra, hogy legyen szíves. A lenti parkolóban vagyok. Jó, megyek, csináljuk a beosztást. Rendben, köszönöm, visszajött, mondom is. Még kevlar betétből kell nekem 2 darab. Igen. De nagyon nem fog működni, úgyhogy kaja van nálam. Azt majd tegye le egy autóba, illetve hogy kell, akkor könnyebb ételt italt majd. Igen, hát most már semmi van nálam. Jó, igen, mi kell még? Utána az M4-et vegye elő, vegyen ki 10 darab karabély lőszert, sima karabély lőszert, van egy 10 darab csomagost, igen. Már egy karabély. Igen. Karabély lőszer. Igen. Aha, faszal se fél el nálam. Inkább. És hova megyek? Opa! Pardon? Interceptorra.
úristen. Várjam, várjunk már. Még itt vannak a régieim. Ajaj. Na, majd erre rákérdezek, mert úgy néz ki, hogy mindenem itt van. Aha. Jó. Igen. Ezzel lesz probléma. Jó. Azt mondja, hogy csomagtartó. Na, mondom csomagtartó. Azt mondja, hogy 3. Várjunk, nem akkor ezt a... Nem, 32. Ezt a két itókát be, ezt az egy répát be. Vodkát nem tudom miért van nálam be, posztított be. Kávé, bocs. Mutyi meal off. Szendvics be. És víztartalékosnak jó lesz. Oké, na let's go. Majd erre rá kell kérdezni adminnál, hogy milyen szarom ezzel. Az előző kadénak a cucca itt vannak. Hatszorhatokkal megyünk, vagy Explorerre? Persze, vagy hát Explorerre. Explorerekkel, igen. Nem, hát ott az opcióparancsnok, azért kérdem. Igen, de interek lettek beosztva, úgy van a táblázatban is. Rendben, uram. Na tehát ott tartottunk, hogy kell nekem 10 darab. Nézze meg, hogy... Igen, nézze meg először, hogy be van töltve az M4. Jó. Oké. Nincs. Nincs, akkor vegyen ki még 5 lőszert és azt töltse be. Az elvileg megtelíti a tárat. Jó. A válaszolnak van bevetési szettje, szuper. Pozitív, uram. Nem volt még rabszállításon, ugye? Negatív, uram. Ugye mit hozhat magával? Elmondták, uram. Elmondtam neki, igen. Szuper, köszönöm. Zsizsakokat is mondták meg, minden szart, nem csak a fegyvert. Igen. Pozitív, uram. Oké. Együtt vagyunk beosztva, Viktor. Rendben, uram. Nekem meg van tankolva az interceptorom, de lehet, hogy hozni kell ezt még bele felszerelést. Ugye úgy kell tankolni mindig az inti cuccokkal, hogy két fő részére. Tehát ugye minden lőszerekből lehet magánál 10, 7 kevlár, egy sisak és egy fájdalomcsillapító. Na most igen. Az autóban duplányit pakolunk, és meg ezen kívül nálunk van az, ami nálunk van. A hordozó mellén kihagytam, de az is. Tehát ez esetben az autóban kell lennie 20 karabénnak, 20 pisztolynak, 14 kevlár betétnek, két sisaknak, kettő hordozó mellénynek, és kettő fájdalomcsillapítónak, és ezen kívül még nálunk egy-egy adagnyi. Vettem oda. Igen, mi van benne egyelőre az autóban? Fogalmam sincs, mindjárt megnézzük, elvileg szartik kell lennie, és nem kéne problémának lenni, lehet, hogy hiányzik belőle. Ez az amaz. Rendben, uram. Akkor menjünk lenézzük meg. Rendben. Illetve hát természetesen az ön parancsait követem. Hogyne, csak elrakom a... Basztus, a piszkos nálam már. Nem baj, uram. Majd berakom valami szar autóba, aztán kész. Jön. Ja. Jó sisak van magán? Hát ezt mondták, uram. A 17-es, azt hiszem. 12-es? Az 12-es, az. 12-es polcról kell levenni. Igen, igen, az a az. Szabvány. Ez az. Már hozok ki még egyet, például. Remben. Most fel, rávette a másik. Nekem nem kell eltakarnom az arcom? Ha szeretné, eltakarhatja, ha nem, akkor nem. Te nincs mivel? Hát venni kell maszkot, főnököm. Értettem. Beosztottam, nem tudom. Ha lesz egy kis ideje, akkor ugorjon a maszkosboltba, és akkor vegye meg a... amire úgy ez szüksége van. Vettem. Na, jó, ebbe lukasz nincs. Olyan nehezen nyílik ez a csomi néha. Ebbe semmi kell belőle nincs. Kaja, pia, vegyen ki mindent. Hú, ez nagyon gatyám van. Igen.
Ezt a kurva, na jó. A karabélylőszer az, az oké. Okay. Pisztolylőszerből még kéne ti. Kéne még, fú, jó. Basszus, ide nagyon sok minden kéne. Jó, hozzon pótkereket. Mennyit? Többit intézem én. Három lehet az autóban, hozzon hármat. Parancs. No, vezessem, hogy... Mennyi időnk van még indulásig? Kettő perc. Kicsit még kéne húzni, mert pakolnunk kell az intingbe. Ha rendben, akkor hirdetek 0-1-et. Mi kell bele, Gustavo? Ha minden lefedi. Nem, egy pótkerék, léci. Ah, oh, száradj ki. Jó, akkor viszont lepakolok. Nem, ez a labor lett. Hozok már bele, már mindjárt indulhatunk. Rúkkol a mandegbódot. A raptorban van egy hőt, akinek kell, legyenek nyugodtan. Először lepakolok, hogy férjen, elférjen nálam a pótkerék. Nem baj, rakjad a bóda. Jó, a Kevlar megvan. Basszus pisztolyt nem hoztam, jó van, le van szalva, nem érdekel a pisztolyt. Kéne még... Kevlarból beteszem az enyémet, majd kiveszem, hogyha indulunk. Csak hogy Kevlar legyen nálam betét, a pót... az van. De hogy legyen nálam a pótkeréknek helye. Ja, jó, oké. Okay. Valakinek kell még itt Rital, vagy árakat ma Raptort? Van itt az intibe is, ha kell valakinek. Akkor a veszélyt jelentek én egyedül egy magamban. Mit Tormás, csinálok valakinek? Tormás, így van, szép napot. Szép napot, Tormás, megkérem, hogy öltözöm bevetésébe. 14. Szállítás lesz. Awesome. Ádám. Kettő, ott kerék elférnem. Hosszba hozzánk. Igen, helyes. Várj, három is esetleg? Rápróbálom, és akkor hát nem kell egyet. Nem, picsába két körös mindenki. Hopp. Nagyon sok ideig kell megtanulni ezt az őrsöt, mert hú, rég volt. Gustavo, hamarosan szücske is felveszesz, hogy akkor beosztanom őket Tormással. Ötödik inti? Igen. Oké. Okay. Köszönöm. Remélem a kettőjük közül valamelyiknek van felszerelt explorere. Nekem nincs. Szücske? Felvenne a szolgálatot. Szücske, fölvett a szolgálatot, akkor miért nincs rádió? Most fogja felvenni a szolgálatot, Szücske. Akkor mi a fasz csinál egyenruhába? Gustavo! Igen, tessék! Nem fér bele a pótkerék, uram. Ne bassza már meg a kurva élet. Ja, a kaja miatt. Ki a csomagtartót lecsukott, már nehéz berakni. Hát a kaja miatt nem fog beférni, ami benne van. Jó, egy pótkerék elég, jó van. Kemények vagyok. A másik nálam van, uram. Egy pótkerék van benne. Hát egy, de a kaja az az enyémben négy van. Jézusom, majd adnak kölcsön a gázon. Nem, mert a szállítóra viszek ennyit. Szarok én az Explorerben, majd tolod. Uram. Ezeket van nálam még egy pótkerék, itt gurítom magam mellett, hogy ezt hova? Hát mondanám, hogy csak kicsit bunk, hogy húzza nemese végszervére, hát mit csináljak vele? Rakja be ebbe a kurva autóba, hát a faszom hát, uram, nem fér be a kurva autóba. Mi a faszom van ebbe? Kibaszom ide a földre. Ne, főnök, ne. Megyek le a parkolóba egy másodperc. Kevlar betétség, vegye már ki. Mi a faszom is? Egyszerre. Kajás autóval jössz, fasz meg. De nekem ez van. Ne, főnök, ne... vagy ilyen hülye basz? Ne, főnök, ne csinálja ezt. Hogy lesz ilyen hülye basz meg, hogy a bevetés autóban vannak a kajáj? Hát most ez volt a legjobb döntés, uram. Nem, vesz egy raptort, basz meg, azt annak a platójára, a zsugorfóliába be. Ezt most azonnal megcsinálhatom, uram. Hú, basz meg, haladjál. Mit ő fosnak, vagy mi? Idegrendszerük? Húszom a Tormásnak szöcsket beosztaná? Nem kell nyitni, ne nyissak ki. Köszönöm. Ne.
Na, először is megszállok. Hát gyorsan át kell pakolni. Igen, megoldom. Csak... Megvagyunk. Azt mondja, hogy... Á, köszönöm. Be, csak nem tudom, hogy miért hiszik. Mi... Be van szarva a tablet. Vagyok. Rendben, akkor Szöcske, maguk lesznek a az utolsó leti Interceptor Malkovék előtt majd. Tormás maga? Egy gyors kérdés, hogy merre megyünk. Egy pillanat, ezt mind elmagyarázom önnek, csak nem rádió. Rendben. Sikerült a beosztás. Szücske, van főszeret Explorer-e? Nincsen, uram. Megoldattuk. Ezt fel fogok gyújtani valakit, bazd meg, esküszöm. És nincs elég hely, vágod? Mind a kettőt ki kell rakni. Az egy pót kreket vissza, és így sincs elég hely. Nagyszerű, akkor a hetet ide vele kell rakni. Egyszerre ki kell venni ezt. Át kell menni ide. Aj, Istenem, ezt a logisztikát, hát nem hiszem el. Na most már elvileg el kell férni minden. Igen, jó, még egy pótkereket hozzak, uram? Nem, már ne idegesítsük ma a komorát, agyvérzésre. Most majdnem reflexből. Meg kell neked, hogy fent felrakozzunk az oldalsó parkolóban. Ezt meg gyorsan elteszem a raptor. Várjon még! Kulcsot kap ki. Mehet! Kulcsot kap ki. Ha nem, akkor már mindegy. Merre van Flynn? Tudjuk, szállok magához. Let's go. Mire számítsak, uram? Hú, jó kérdés. Micsoda? Hát, semmi jóra. Ez pozitív, uram. Szóval hazudtam, ez negatív. Énekeltek? Az utolsó Inter merre van? Itt van az összes Inter. Öt Interceptorunk van és egy szállító. Ja, látom, elnézést annak az épülettől. A városomodő fény 80-as tempó fény is hangjelzés. Akkor Ádám majd fejje figyelme lehet, és majd mondtam. Rendben. Innen kapcsolom fényes hangjelzést. Mi gangster vagyunk. Hogy lettem én az utolsó Explorer, azt nem tudom, de mindegy. Menjen akkor elég, uram. Bajon 120, bírja a szállító, hanem akkor 110. Jó, Tormás kiugrott az autóból. Ha mennek érte? Megvárjon, egy... Várjon, aztán majd jöjjön. Jó, oké. Okay. Bírja a szállító a 120-at? Majd mindjárt meglátjuk, próbálok még. Mentolást alkalmazzuk már. Jamaica feelingra. Hadnak. Tessék a vérem, kéne valamit tenni. Ha este fogok a fel. Bírja. Az egyik naklánk megállunk és viszonozzuk a tüzet. Milyen? Milyen tüzet? Legfontosabb, nem hagyjuk ott a szállítót. Általában a rabszállításokat meg szokták támadni, de most lehet, hogy nem. Szép rád, 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 szép r
Szeretlek, ja, bocsánat. Azt mondom, hogy ezt kérdezik. Ezt kérdezik a legáját, ő. Több egy darab gépjármű van mögöttünk. Igen? Ezt akartam mondani. Mennyiben közel jön és közel is marad, akkor adjanak egy figyelmeztető lövést. 14. Uram, a hátsó nagyon lemaradt, ez szándékos? Szerintem igen. Majd szó, ha azt akarja várni. Én utánom folyamatosan. Ja, azért az állat. Figyelik a távolságon nagyjából. 250 méter. Pisztolyra lőjek majd ide? Hát, hogyha nincs portő, akkor igen. Távolodott. Szóltuk az egészsége? Formátum szerint tisztem minimum egy demelmásra fogyatottál benne a szállítósra. Itt van már mögöttünk egy. Ismételten közeledik, akkor már ráfigyelmeztet a lövés. Erre vannak. Keleti. Börtönben párhuzamosan a keletin. Mit fordítunk? Uram. Igen, tessék. Oldal. Lő ránk. A szemeimet forgatom. Mi a faszom van erre? A kecim van erre. Jól van. Remélem, megdöblött a malkózót. Remélem. Arra a Mercedes. Milyen színűen van a Mercedes lőtt? Fehér. Fehér. És megálltatok? Maradjon, ne menjünk ennyire. Az nem egy Q8 volt, már nem rossz volt. Jó, fehér Q8 vagy M1 emel, igaz? Pozitív. Jó, és akkor megálltatok, vagy mentek tovább éppen? Megálltunk, itt vagyunk a... Börtönben azonosan vagyunk. Csodám, meg tudom ismételni? Utól jött a dinos parkoló felő, bányászat felő. Nem? Maguk már vannak? Itt vagyunk a Yellow Jack előtti feltérőnél hízni. Keletről jönnek, igaz. Ennek a... A villanyoszloptó is, a hítszó is. A záronnal hátba menjünk nekik? Negatív, nagyon sokan vannak ott. Egy iktatva. Ja, ezek át az autópályán kerülnek nyugatra, mennek át. Ketten mennek át, így van. Ja, hogy nem volt rajta mellé, az baj. És ezt hogy kell használni? Senki nem mondta el, csak hogy legyen nálam. Gondolom így, hogy belekeltem 3-at, és akkor jó leszek. Jó, hát akkor, let's go. Talán között hányan lehet ebből az autóknál? 3-an 4-en biztos. Megbújj előttem. Kerülőkre figyeljünk mindenképpen. Adam. Ott járnak velünk párhuzamosan. Kettes. Feladnak a parabolák felé. Egy villanyos. Közeledzek az autópálya fele. Az egyikben van a bokorban a villanyoszlop előtt. Hát én sem. Énekeljek te kis geci! Mit akarsz a halálodkor hallani? Éneklem akkor. A ma fog meg fog halni. A mai nap folyamán. A Gusztival együtt. Egyiknek lefelt a sisak. Ránk egyébként. Honnél? Csak két ember. Pont másik oldalról. Jó, hát akkor... A
Megfrissítsük őket. Normálisak figyeljenek rájuk, álljanak közelebb hozzájuk. Pontosan az a két ember. Röcske, várj már meg, várj meg, várj meg, várj meg, futok ahogy tudok, de nem tudok. Hol van pontos az a két ember? Ha már futott vele battól jobbra. Futok már a tornyom. Egyeset. Szépen lassan jönjük meg közösen az autónk irányába. Tudnám, még van egy visszakor. Futált az útnál, futált az úton a sziklánál. Menj fedezékbe, menj fedezékbe! Előre valami nagyot. Nagyon, nagyon intensz. Most egy szituáció van. Nem szeretek lobaldozni, de ez most egész jó. Buki buksi. Akkor csinálom legalább két ember. Hoppá. Aha. Meg kéne tölteni. Balra van, másik ember Mercedesnél valahol. Rá kéne menni, itt vagyunk azok hár, négyen, rá kéne menni. Az ötig vinduljunk el feléjük. Menjünk rájuk, toljuk jobbra, rájuk jobbról, négyen. Jobbról. Fő, fedezünk. Autópályán mi futunk el? Fedezzetek. Pokrokba is lőjött. Kettő oldalba jövőt, azt sziktattuk. De egy van még tőlünk jobbra, hogy nem megyünk oda kellett messze. Eset. Igen, a domnál van egy kutya hátra, a fánál. Egy a bokorban, nem? Iktatva a bokros. Ülünk abban az interbe? Igen. Jój, köszönöm! Menjünk vissza, menjünk vissza. Egyet megöltem, hihi. Bokrakat megnézzük át gyorsan. Hogy nézzem át? Hát mondjuk így. Szöcske, a elég két társadról lévő. Az iktatva. Iktatva, iktatva. 11, akkor hogyha nem látunk senkit, ezek a kerekcsörét. Mindenki visszaszállítóhoz. Nincs fölösleges duma, mindenki visszaszállítóhoz. Kezdjünk el kereket csörölni. Vannak ott az MLMRC-nél. Már sem ennyi. Ha jó, oké, bocsánat. A böten ablakán van, ha nem sírt le a nap. Visszakra számítottam. Nyissa ki valaki az ajtóra. Vesztettünk embert? Nem hiszem. Gusztávok, legyen gondolom, kedves gondolom, gondolom büszke vagy, hogy lelőttél pár embert. Igen, gondolom, igen. Majd hazamész, gondolom hazamész, és gondolom erre vered ki minden este. Én megmondom az összes. Defektes kerék? Hát igen. Kimész az kirecskán. Elkezdem is ennek kerekünket. Szállítsak. Megmondom az összes, nem lőttem most senkit, csak elütöttem. Kicserélem ennek a kerekétől. Akkor cserélje. Szálljon be elsőnek, nézze meg minden így.
Nem, nem. Szép, jó páros vagyunk szerintem az ügyfél. Uram. Azt mondja, hogy így. Nem, mi van a sor? Szerintem így. Jöjjök. Jöjjök. Egyre nincs magas. Jó van, beülök addig. Az első nincs, a minken nincs. Melyik beüljek bele? Ami legelő van itt erre. A minken sincs. Megyek. Melyik az a legelső inken? Azt mondja, hogy itt szépen megfogom. Hátra ütessék be, bilincseljék meg. Várj, bazd meg, akkor ezt mondod, hova üljek. De az ember kezén megvan lazítva a bilincs, tehát van bilincs a kezén. Én vissza akarok ülni a rabszállítomba. Rabszállítomba akarok visszaülni. Már rá egy bilincset. Mi? Jó, megálltam. Van rajtam. Igen? Azt mondja, hogy így, né? Elvileg ezzel meg vagyok? Mindegy múlom. Ugyanúgy. Első dolog. Nézd meg. Nagyon jó kellő van az urahoz képest, hogy az államba fog megjön. Itt van ilyen rendszer a tabletünkben, kocsiban belül. Érdekel? Igen? Nagyjából. Matrix a szállítóba készítettem a kereket. Amúgy én is kirecsizem a börtönbe, hogy megszopadtak titeket, mint ahogy te itt dicseksz, hogy nem lőttem embert. Ki van akkor, hogy nyugodtan kiszállod, és akkor... Hát az a helyzet, hogy... Szerintem kapcsoljuk már le. Meg tudnál nézni nekem? Legyen kedves. Sajnos képtelen vagyok le. Mit kell megnézni? Hogy a rendszer mit jelez, hogy hány lukas kerék van. Nézd, hogy mit jelez a rendszer. Nem tudom, a kolléga azt mondta, hogy igen. Ön most mit csinálja a pillanatban? Mit néz a műszerfal? Ó, köszi. Ezen nincs lyukas. Akkor jó. Majd akkor nem fogom, ha lefogjuk, nem fogom tudni kézélni. Hát nem tudom, lehet, hogy van, csak nem látom a hódó, de nincs. Én nem látok. Akkor jó. Nincs lyukas. Segíted nekem nem bagára beszállni. Semmi rendszer, csak muszáj beszállni. Jó, oké. Jó, hát akkor gyere át a másik oldalra. Lábad bilincseljék oda. Lábad oldalt húzz, ahol nem ülök. A Tormás, vezess egy kicsit. Ha? Ó, nem ő kapta. Tormás, adja vissza. Jó, bilincseljék ma oda a farasz lábát az üléshez, állunk, mint fasz a lakodalomba. Miért kellene orvos egyébként? Jaj, most ezen az oldalon vagyok. Felhívás. Kontrolláljuk már, káó. Jaj, most ezen az oldalon. Tök, mi tök mindegy, elnyújt, itt sincs az ajtó. Itt a Cornél ül, nem ül. Tessék? Ja, nem, rossz autó ül. Rossz autó. Ebbe az autóba ülök. Mindjárt kiharapom a torfodat, geci. Hát csak a lábam most, a kezem nincs. Szóval most tudok mozogni. De neked most van, gocsam. Szituáció van. Ja, az mentő? Az mentő. Még mentő van, uram. Minek hívtunk mentőt? Itt az emelmerci. Emelmertesítettünk mentőket. Jó, lőd ki a kereket, bassz meg, hát lezárt területen van. Elég. Hát lezárt területen itt szót kiszik. Kérdé jó. Sérült kollega, mehetnek a mentősök. Senkihez. Szirén, átgyomjuk ki, légy szíves. Kaptunk egy... Szállítóból is? Nem, ott fönt a hegyen, erre. Szállítóból nyom ki a szirénát, légy szíves. Ne a mentős kísérgessük, a szállítóval foglalkozunk. Mentős üljön be a mentőbe, azt menjen a dolgára. Hagyja el a helyszínt. Haladjunk autóba. De ki hirdette ki, hogy megközelítheti a helyszínt? Az akcióparancsnok hirdette ki? Negatív. Akkor kiadott felhatalmazást annak, aki a hirdetményt kitette. Kérem a nevét. Így van, menjenek fel, hogy hagyják el a helyszínt. Álljunk fel, akkor. Valaki vállalja magára, mert akkor kooperatív lesz a büntetés. Aki kitette a hirdetményt. Ó, jó, rendben, szállítás után gyülekező kapitányságon. Folytathatjuk a szállítást. 110-es tempó.
ki akar főnökösködni, de van egy akcióparancsnok. Tehát mivel kollega nem sérült, így nem hívunk mentőt. Te nem... Nem mi hívtunk mentőt. Ott hibáztunk, hogy megközelítettük a helyszínt, de azért már megkérdeztük. Sőt, két interval megy, az hátsó három pedig kint marad, mi az a szállítója vagy. Bízni. Az igen. Ott még ott izé szedi a társa. Micsoda? Itt fut egy elkövető. Kapják el? Kell, vagy lőjek le, hanem adja meg magát. Mondja meg. Kelljek meg föltartóztatni. Adja meg magát. Lő! Most mondom! Lő ránk! Most már lő, most már lő. Vette elő a fedvert és tartotta rám. Tiszta sor, de azonnal nem lőjük agyon, mert megadjuk az esélyt, hát a föladja magát. Igen, és jobb itt fordítottam neki, hogy tegye fel a kezét, és nem. És most a tolmás most kell hozzá az is. Jó, akkor hívunk egy mentőt. Azonnal nem lőjük agyon az ember. Másik inter, menjen oda a börtön bejárata, az mi fedezzük a területet. Hogy tök jó, mert ha így felemelem a kezem, én nem tudok olyan pontosan lőni, viszont ők, vagy felemel a fejem, tök jó, mert így nem tudok pontosan lőni, viszont ők egyből tudnak edézni, ez a legjobb. Úgyhogy szerintem így is. Uram, mindig ilyesmire kell számítani? Milyen téren? Hát káosz, fejetlenség és ránk lőnek. Nem. Nem, és igen. Értem. Tehát általában a szállítások, csak most van ilyen káosz. Hát általában igen. Amúgy jobb szokott lenne a helyzet ennél egy fokkal. Inkább 3-4 fokkal. Most nagyon gatya. Értem. Nem tudom mi a fasz van, de mindenki nagyon rottyog. Hát mondjuk lehetne már az, hogy már konkrétan ilyen kibaszottú 9:30, senkinek nincs idegrendszere itt lenni. Tehát személyek többek között nekem sincs kedvem itt lenni. Hát... Lenne még majd visszaszambázni a kapitánsára, meg hallgatni másnak a kínlódását. Én még adom a szolgálatot, lehet, hogy lesz 3:45 is, szóval, és kurvára lenne dolgom, szóval ez is hozzátesz, hogy szerintem sokaknak... Sokak hülyék egy kicsit. Feküdjön le, uram. Nem. Nálatok milyen helyzet, Szücske, jól vagytok? Tormási lövést kapott. 14. Tik-tok-tik. Hú,
megöltem valaki. Legelső napon. Vagyis hát második technikailag. De az első napon terem. Ú, viszont ez a kocsi is látott szebb napokat. Vigyázok. Csabosítjuk el a fotó, már elkészült. Nem. Nem. Mit nem? Mindenkit nem lőni a kamerát, de menő vagyok. Normálisan pontosan mi történt? Egyik bujkált a bokorba és lövést kapott tőle. Egyelőre az orvosok nem tapintanak fúzust. Megkezdték az újraélesztést. Akkor a parkolóban várunk kicsit, ezt megvárjuk, hogy mi lesz a vége. Hát ha a szállítás sikeres, akkor igazából ide jöhetnek. Szintén sikeres. De szálljak? Szálljon, persze, megyünk. Mérnek ide. Rendben megyünk. Tehát ez bevezető út szélén, itt megállnak, akkor majd oda becsatlakozunk. Gyere, úgy néz ki, hogy rohan mentők a tormásnak. Maradjak? Hát, ahogy érzi. Kikapom a hátsó ajtót, kikapom a mobilálványt. Oké, bocs. Szép a rájzom. Eljövök addig fedezékbe, iszok egyet. Lettem, fedezem. Tudom, ez is úgy megbújt itt a bokorba. Itt kapart a sát. Rákezdve elég szépen. Én is iszok egyen. Jó, rendben. Makro, ha nem probléma, akkor amint visszaérünk, nekem sürgősen el kell hagyni a kapitányt, utána vállalom a büntetést. Megy a kilőtt kerékkel a sineket. Nem, te csináltad? Nem én csináltam, de mondta, hogy kollektív büntetés lesz. Majd visszaérünk egy ott perc. Ott van, ahol előttük a többi társát. Rendben, uram. Már befejezt crossfit-est, hagyjuk. Hogyha nem jön felénk, akkor ne foglalkozzunk vele. Egyelőre a mentéseket fedezzük. Parasztó el lett véve a fegyver. Ott volt egy ember, ott a hegyen felénk nézett. Igen, már akkor elvettem. Volt nára egy kárt 21-es, 2 darab meg 10, illetve egy HK típusú gépfegyver is. Kollega, az akkor van mentőken? Szerintem az elkövetőz is az kell. Jó, akkor szedjük össze, rendezzük sorainkat, álljunk fel, azt induljunk vissza a kapitányságra. Rendben van. A kárpőt beraktam a csomagtartóba. Jó. Kicsit már nehéz volt. Nem kell se fényes, se hangjelzés. Fényjelzés azért legyen, mert azért elég nagy konvoj, meg sötét van. Hát merre van? Kövök. Interceptor. Kövőszállat megverünk, becsattak azok egy pillanat. Jó,
indulunk, mentünk. Azt az estrempó. Alkalmazzuk az eltalást. Ki hasalt rá a tabletre? Mert? Mi történt? Megint kinek egy hirdetés. Szerintem a szándékos volt. Mit hirdettek, amit nem látom? Hát itt a tableten azt írja, hogy a striptease booth környékét megtisztítottak. Aha. Akkor az. Mert ahogy a kihallgatásé az miatt mondják. Az korrekt. Ja, értem, oké. A lakatosan tart nem amiatt hoztuk be, de ugye egy émántot azt igen. És hogy ne szóljon bele semmi a rabszállításba, azért lett ez így, és ja, most lett zárva. Értem. Mert ugye alapesetben, hogy a rabszállítás közben ne induljon boltrablás, mindig indítunk egy aktot, meg egy italboltot. Hogy semmi ne tudjon ráindulni. Értem. De mivel most terítéken volt ugye ez a bolt, italt meg nem tudnak, mert nem vagyunk hozzá elegen, ezért ugye... Ilyenkor zárjuk a striptease-t. Ja, értem. Bocsánat, csak az nem volt meg. Semmi gond, hát ez semmi probléma, hát honnan kellett volna tudnia végül is. Apja van az állományban? Hát nem egész egy. Na hát ezért mondom. Elmegyek az Áronnet kórházba, hogyha megengedik. Rendben, menjen. Először a garázsba, még úgyis idő, mire rohan mentő odaír a kórházba. Jó, persze. Sirénát kapcsoljunk a városba. Magamra vállaljam, amúgy. Mármint nem kérdezem, de hogy magamra vállalom, akkor tudok kibaszni, mert másfél napja, vagy egy napja sem vagyok az állományban. Meg kell rakni, hogy maradjon a garázsban, amíg ma a kúr szeretne beszélni. Mikor itt a Dragosztán, nem tudom, melyiket akart az intro. Csak óvonal. Na szerintem nem lehet bőle semmi se kivéve. Rendfokozat szerint osztódjunk. Hol az eleje? Én vagyok jó. De a Gusztiban nem a vége. Akkor ne cseréljük már helyet. Na. Akkor a főtörzsök mellé. Várom a jelentkezőt, hogy ki intézte a hirdetményt, és ezzel sodorta a mentősök életét veszélybe. Tehát akkor játszok tiszta lapokkal, tehát a Gusztit is beleértve, mindannyian egyrendfokozat lefokozást kapnak most azonnal, ha nem vállalja felelős. Az jó, akkor kurva mindegy. Reméljük a tormás volt. Senki nem akarja vállalni? Hát nem te mondtad, hogy a ezek jöjjenek be, nem? Én nem mondtam, hogy jöjjenek be a mentősök. Én megkérdeztem, hogy van a sérült kollega, és utána nem mondott senki semmit. Nem ez a lényeg, a hirdetmény kiintézte, ki engedte be a mentősöket. A mentősök hirdetményben megkérdezték, hogy bejöhetnek. És valaki intézte a hirdetményt, hogy a mentősök megközelíthetik a helyszínt, miközben kurvára nem közelíthették meg, mivel ugye, mint a példa mutatja, tisztelet. A legvégén a bokorba bújt az egyik elkövető. Meg kell nézni Tormásnak a tavaly az előzményeit, tehát hogy ő rakta ki tényleg. Uram, nagy tisztelettel. Én
akkor mondtam a mentősödnek, hogy jöjjek majd be, hogy annukra formáshoz kellett a mentős, és felhívtak, hogy jöjjek neked be, tehát az már az utána volt. Ja, megnézem akkor, hogy ki intézte, hogyha már nem vállalta magára. Nem én. Azt sem tudom, hogy hol lehet ilyet intézni. Mármint egy... Azt hiszem megvan, hogy van ilyen, hogy hirdetmények, és hogy ott van egy olyan, hogy OMS jöhet. Talán. Azt hiszem. Oh. Jó, közben Szücske menjen el a tormási. Viszont már megérkezett. Az előbb jelagolt visz a kapitányságról. Szép jó reggelt, tiszteletem mindenkinek. Tisztelet. Szia, Árpi. Tiszteletem. Ilyen fogadóbizottságot kapok. Ez igen. Ez szép munka. Melyikben faszolás van. Na, mi történt főleg? A rabszállításon valaki kitette azt a hirdetményt, hogy bejöhetnek a mentősök a helyszínre, miközben kurvára még fegyveresek voltak ott. Azt a kurva. Egy sérült rendőr nem volt a földön, csak elkövetők, ennek ellenére valaki beengedte a mentősöket. Hát de szomorúan hallom. Nincs egyelőre, egyelőre nincs meg a... Ezt szomorúan hallom. Ki volt az vajon? Nem tudjuk. Még a tormás van, de ő megsérült. Most a fasz tudja, hogy mire emlékszik. Tormás, itt van rádió? Felhívom. Hát, ha ez beugrik neki. Tabletjébe, vagy valami benne van, mert nem lenne rossz. Tormás, jöjjön már az alsó parkolóba. Jöjjön ide. És ha nem lesz, akit csinálta, akkor kollektív büntetés. Akit előtted állnak, mindenki egy rendfokozatot, lefokozásra kerül. Na, inkább vállalja fel szerintem. Nem érdekel, Guszti, ilyet nem csinálunk. Valaki vállalja. Tormás. Kérdés szegezek magához, az előbb megsérült, emlékszik arra, hogy maga intézte el a felhívást, hogy a mentősök bejöttek a helyszínre? Fogalmam sincs, uram, de biztos nem. Jó, mert eddig senki nem vállalja magára. Jó, akkor magába is közlöm, egy rendfokozat lefokozás, hogyha nem lesz meg egy 5 percen belül, hogy ki intézt. Mert, tízni. Hát na, két látszis ne volt. Ne perszézen, hanem akkor ugyanúgy, mint a többiek próbálják egymást meggyőzni, hogy aki megcsinálta, akkor legyen fasza hozzá és vállalja el. Hát uram, én azt sem tudom, mi történt, úgyhogy... Azt én értem, hogy maga... Ez a hülyesége, de jól lenne, hogyha felvállalná, mert kurvára kibaszik a többiekkel. Most nekem oké, nekem ez a 100 millió kitüntetésemből az egyik mínusz jól leszarom, de mondjuk aki kibaszik például a McDonovennel, vagy a Nemesi Kornélnal, vagy aki éppen kirakta, tehát hogy jussam már szép, hogy lehet itt szopatni egymást, meg etc. de ez csak a kezdet annak, mikor elkezdődik. Köszönöm kérdésed, amúgy jól vagyok. Az állománynak az egységét, ez csak a kezdő lépés, hogy ennyit nem vállalunk fel a többiekért. Tehát ez még egyetem, meg, meg minden. És a kiderül, az biztos, hogy rossz. Tehát én nem, szoktam köcsögőni, de ez kurvára nem. Tehát a legvégén maga, amikor megsérült, azelőtt már 20 ezer éve beengedtük a mentős, tehát aki ott el volt bújva a bokorba, simán hát lelőtette volna a mentősöket. Nem nagyon a rövid, ez is javába bújt, amikor belettek engedve a mentősök. Még akkor szaladtunk rájuk az elkövetőkre, amikor mondta a maguk, hogy fussunk rájuk. Már akkor be voltak engedve. Tehát ki volt? Mondom itt a bűnösnek. Mondom itt a bűnösnek, hogy most magának így is úgyis mínusz egy rendfokozat, hogy most akkor legyen a többi neki szopás, aki végigcsinálta a feladatát, meg etc. ha egész nap itt húzza az igát. Tehát, hogy nem tudom, hogy milyen mentalitás ez, de hogy nem ideérő, az biztos. Gyerünk, gyerünk, valaki szóroljon már fel. Nézem most, tehát, hogy kirúgat két akademistát, aki még betanul, mert mínusz egy rendfokozat az nálunk nyilván a földön futó, tehát... És még kérdez föl engem? Nem uram, én a tettesnek mondom. Ja, hát én nem tudom ki volt, tehát kurvára jó lenne, hogyha magára vállalná, főleg úgy, hogy a tettesnek a büntetését el sem mondtam. De... Hát azt se tudja, hogy mit ő kéne félni.
Nem tudom, miért olyan nehéz ez. Láttak már itt tökös emberek is valamikor, de úgy látszik elmúltak ezek az idők. Hát jó. De most mindenki hibázhat egyszer, tehát hogy vállalja föl, és akkor minden oké. Okay. Te nem lesz, nem fa hozzállítják és fejbe lövik. Az indulatok. Jó vagy, mellette már nyugszik. Köszi. Senki? Szerintem itt van egy érzésem, hogyha a tettes nem vállalja föl, akkor ő még nagyobb büntetést fog kapni, valamint ki fog szúrni maradék 9-10 darab emberrel, akinek a szemébe utána nem hiszem, hogy nagyon bele kéne néznie. Viszont hát az enyémbe bele fog nézni, az biztos. Ugyan vállalja már magára. Én elbocsátanám az állományomból, aki nem vállalja magára. Hát milyen rendőri egység ez? Tényleg, srácok, most hogyha hibázunk, basszus, azt el kell ismerni, igen, főnök, ne haragudjon, elnézést kérünk, ne haragudjon, főnök, hibáztam. Hogy ez mentősök életéről is szó volt a helyszínen. Ez nem csak egy sima hiba volt, hogy félrebobolunk. Persze. Itt egy hivatal, egy tisztviselő személy életét veszélyeztetünk, nem is egyét, hanem egy egész mentő kivonuló osztagét, tehát hogy itt nem csak egy sima gof hibáról beszélünk. Csá, szavasz, Matyi. Igen, érek. Persze. Na, Niki, fölkötözi Pestre. Hát igazából fel kell vállalni, és ennyi. Mert ha még csak egy sima félrebobolás lett volna, gondolom a Malkovó se lenne ennyire dühös. De hát, hogy vállalja magára, lett. Csak lebasztam volna érte, de így már az eléggé fölhúzta az agyamat. Na, szuper. És hogy tetszik? Egy dolgot meg kell jegyezni Malkov úrra, mindig őszintének kell lenni, pont. Srácok Malkov úrra mindenkivel. De most elmondtam, hogy mindannyian le lesznek fokozva. De, tehát aki magára vállalja, azt el sem mondtam, hogy egyáltalán kap-e valamit, ha kap, akkor meg mit kap. Jó, maradjanak itt a garázsba, próbálják meg egymást meggyőzni, mindjárt jövök. Egyszer megyek el egy kis civil életet élni. Na, kifingatom azt, amelyik nem van, ha egyszer jöjjek rá. És meg tudjuk, hogy ki volt az. Úgyis meg tudjuk, és onnantól már kinkeserves lesz az egész élete rendőrség. Malkovó már úgy is tudja, hogy ki volt. Italt azt nem tudok adni, ételt azt tudok. Elővegyem a kocsimat, hogy... Én is tudok adni kocsiból. Gondolkozom az magamra. Donovan, te voltál? Nem. Az a baj, hogy... Biztos? Igen. Tehát olyan mélyen van a tabletben, nem is az első beállítás, hogy ezt így véletlenül csak nem lehet, mert... Hát, életlenül ezt nem lehet. Igen, ezen gondolkozom én is. Végben ültem az autóban, meg se tudom nyitni a menet közben a tabletet, mert letilt. Szóval hát, srácok, a Donovan kilőve. Kik vezettek? Álljanak félre, akik vezettek, ilyen egyszerű. De itt nem a vezetésre van szó, hanem ugye... Mindenki kint volt a helyszínen, már éppen kerekeket cseréltük. Donovan végig bent ült a rabszállítóba, ki se szállhatott volna. Tehát Donovan ki van lőve? Én kereket cseréltem az egyik fehér interceptoron, és legalább ketten mutatták meg nekem, hogy hogyan csináljam szakszerűen. Ki volt az a két ember? Én meg szerintem Tomislav. Igen, de ez a hirdetés, ez jóval előtte érkezett. Előtte volt, amikor még mentünk rá a kocsisoknál, nem? Közben volt, közben volt. Hát kerékcsere közben, igen, igen. Hát félig valaki már elkezdte a kerékcserét, valaki még nem. Adam, nincs ötleted, mert mondtad volt, hogy valamit a mentősökkel mondtál volt. Vagy van a sérült felegát. Igen, megkérdezte Korni, nem azt, hogy senki, én is megkérdeztem, utána meg nem volt semmi válasz. Lehet, hogy valaki... Én mondtam egy választ ott a tömegbe, hogy nincs sérült kollega, aztán én igazán azt mondom, hogy lehet, hogy Adam valaki félreértette a rádiózáshoz, és azt hallotta, hogy jöhetnek a mentősök. De nincs semmi probléma, csak az vállalja magára. Nincs baj, persze, tehát ezzel nincs semmi probléma, félreértette. Nem kell befosni, Malcolm nem fogja kirúgni most, szóval nem kell nagyon szétfosni magukat. Persze, vagyunk eleged, annyi a Malcolm. Kap egy ennyit, aztán ennyi. Most ha nem van jobb, akkor biztos, hogy megszapat minket a Malkov, az fix. Jó, hát nézzék, nekem túlságosan sokat nincs mit veszteni, szóval azt a kevesebbit 24 órát. Milyen helyzet? Maga lesz a bűnbakunk? Legyek? Tanakodás, ura? Legyen. Jó. Szakmai tanácsadásom jogi szempontból lesz. Jó, rendben, engem most nagyon meg fog faszolni. Hát én meg nem tudom, hogy ezt csak ez nem, ez nem fair. Ez van, aki vétett. Ez van. Hát nem szabadna így. Ez, igen, ez, de ez így se úgy se fel, de majd én kiállok az akadémistemet. Megszületett a döntés, főnököm. Jövök. Jó? Ebből is haszol, hogy csináljuk. Csináljuk. De ez többiek ez... maradjanak csendben, majd én kiállok érte.
Hát akkor let's go. Hallgatom. Uram, szeretnék jelenteni. Igen? Feltehetőleg, uram, kerékcsere közben az a helyzet, hogy a tabletemet letettem a csomagtérre. Valószínűleg akkor nyomtam meg. Hallottam a mentős szót. Lehetséges, hogy tableten megnyomtam ezt a hirdetményt, hogy a mentősök jöhetnek, mert sok nagy volt a zűrzavar, és nem is abban az autóban cseréltem kereket, amiben szerettem volna, uram. Én vétettem. Uh-huh. Ez tisztában van, hogy nem hiszem el. Ez úgy hazugság. Legyen kedves, csapból folyik a híz. Legyen kedves elhinni, uram, én vétettem. És eddig miért nem vállalta magára? Nagyon féltem, uram, még nem vagyok egy nap az állományban, attól féltem, hogy azonnal ketté vágja a karrieremet, uram. Hát de, most, tehát most őszintén, hogy hívják magát? Vászló Viktor vagyok, uram. Én meg Frank Malko vezérőnek, tehát az egyik főnökének a személybe negyed órán keresztül belehazudott. És ezek után hallgasson végig. És ezek után maga azt várja, hogy maga itt maradjon az állomány. Ha legelején magára vállalta volna, maximum annyit kapott volna, hogy üvöltöttem volna magába. Ezek után maga szerint a kollégák hogy fognak megbízni? Uram, kezeskedem az akademistai rendelmével. Puszti, maradjál, légy szíves csendben. Hát ezek után hogy fog bárki megbízni magába? Az állampolgárokkal szemben, tehát nincs ilyen, innentől hogy lesz magának hitelt érdemlő szak? Majdnem kibaszott, nem tudom, 10 emberre. És ha én az előbb nem vonulok el, mert megpróbáltam még egy utolsó utáni esélyt, pedig kurvára nem kellett volna, akkor már maguk légre lennének fokozva, az akademisták meg kirúgva. Maga szerint ez normális dolog. Lerakta a tabletet, meg rálépett, mint hagyjon már hülyeségével, elég régóta taposom már itt a szarta rendőrsége, hogy ilyen kamudumákat nem eszek meg. Vállalja föl tökösen, hogy kurvára tabletbe kirakta a hirdetményt. Rendben, uram, így volt. Akkor mi hazudik meg? Negatív, uram, nem hazudok. Pontosan nem azt, a fasz, nem valami kerékcseréről magyaráz. Igen, közben ez történt. Hogy lehet kerékcsere közben megnyomni a tabletet? Mert leraktam, tablet... uram, ezt is mondtam. Adjuk már faszomba, ezt nem hiszem el. Jó, rendben. Jöjjön, pakoljon le, hagyja el a jelvényt. Ne, Markov úr. Nem néz senki hülyének, Markov. Az biztos. Nem ő volt, megbeszélték, hogy ő lesz a bűnbak. Mi az, hogy ő lesz a bűnbak? Most szórakoztok velem, bazd meg. Nem engedem kirúgni az akadémistát. Mi most szórakoztok velem, bazd meg. Nem, megbeszélték, én végig. Jöjjön vissza. Negatív, a vezérezetes azt mondta, hogy pakolok. Nem, ez nem így működik. És akkor most mi a faszom, én vállalta magára? Azért, mert nem akarta, hogy a másik 9 ember szopjon egy áruló, nem normális hülye gyerek miatt. Azért, meg kell vigyem az akadémistát. Malkov úr, én készen állok leadni a jelvényemet. De nem kell leadni. Ne add le. Akkor menjünk vissza a garázsba, akkor folytatódik tovább ez a gyönyörű játék. Tehát miért nem lehet elmondani? Nem fogom megengedni, hogy ilyen szarságért kirúgjanak. Persze, hogy nyugodtan, rúgjanak csak. Biztos, hogy nem. Majd vállalja szépen a felelős, aki eddig nem vállalta magára. Jaj, bocsánat, ide be ilyen fricorgótok már. Akinek kételitel esetleg kell, mert szerintem... Én vittem az akciót, így vállom a felelősséget, bárki is volt az. Nem kell vállalni a felelősséget. Kurvára legyen tökös és vállalja el, aki volt. Hát... Ennyire egyszer. IC nem bírom a Malkovot egyébként. Nem, OC nem is ismerem. Mindenki itt van, aki részt vett az akció. Biztos volt, hogy mindenki itt van. De ki tette ki a hírt? Rájön most ki. És én mit csináltam akkor? Aki kirakt azt a kurva. Nem, tehát az a helyzet, hogy a... Itt van a hirdetményeken belül, ez csak nem... Jó, akkor és mondom az ajánlatot. Ezen belül... Tehát aki ideál mentőszolgálat az utolsó előtti. És el bevallja, hogy ő tette ki a hirdetményt, semmilyen szankciót nem kap. És ezért kezeskedek, ezzel erre én most megesküdök, itt vagyunk 12-en. Semmilyen szankciót nem kap. Semmilyen hátrányban nem fog szenvedni. Vallja be, hogy ki volt az. Nem, mindenki itt van. Mindenki itt van. Mert ez kurvára nem korrekt, amit csinál. Nem tudom, hogy miért nem lehet elvállalni, senkinek nem mondtam, hogy levágom a fejét, de azt, hogy az akademista magára vállalja, ez azért nonsense. Tehát, hogy most bocsánat a kifejezésért, mert nagyon sarkalatos leszek, de a belem kifordul, hogy kirúgatott volna egy akademistát. Kurvára vállalja magára, aki volt. A csibészeknél nagyobb becsület van, mint itt. Csibészeknél. Na hajrá! Sok játszottam ki, mert ritkán is nézem. Ritkán nézem is. Mármint
A streamer is a Malkov? Azt nem tudtam. Gyerünk, már melyik volt az? Miközben sem, egyiket sem tudtam. Most amúgy kb. 15 perc állunk itt. Srácok, semmi vesztevni való nincs. Semmi. Intézem a gobot. Jól látom, belváros indult előtt. Na, azt nyomom. Ez szánalmas. Az, hogy nem vállalja magára a felelős a dolgot. Amúgy megvan, meg lehet nézni. Nincsen baj, srácok, nincs semmi baj, de nincs semmi baj. Álljunk ki, aki volt, és nem lesz belőle baj, nem értitek? Wow, nem is tudtam. Az illetőnek felejött el, vagy nem lesz semmi átmenő, semmi szankcióban nem fog részesülni. Akkor most nem tudok mindegy, annyi baja lesz, hogy meg lesz mondva neki, hogy többet ilyen nem. Na, akkor állom tovább, emelem a tétet, akademistákat kivéve nem jelentkezik, kettő rendfokozatot fokozom már többit. Malkov. Most is nem jön. Oh. Ő is élőben faszol. Most. Én el tudok menni. Nem próbaidőre, de mindenki akademista lesz egy fél óra múlva. Ha már engem bassz az ideg amúgy. Most már tudod, csak kérdezz. De ki volt? Nézzetek már vissza a streamen, nem én voltam. Nem, most hát én bizonytalanítottam, de mondom, ezt véletlenül nem lehet. Azt se találtam meg, amikor azt kerestem. Öreg vagyok én már ehhez. Miért olyan nehéz beismerni azt? Jó van, nem élek ennyire, hogy akademista három rend fokozat. Ez szerintem bunkerék többet megtesznek, vagy faszom, a Jakabék megtesznek egymásért, basszus. Csöves Robi hamarabb kiáll a bajtársaiért, azért a telibe fingott Jakabért, meg azért a tetves izéért, meg Kemény Luther Prince hamarabb kiáll, mint itt mi egymásért ezek szerint. Most nem tudom, hogy keverted ide a tegnapi razziát, ahogy ott voltunk a bunkernél, de mindegy, ez nem tudom, hogy tartozik ide. Hát, de most csak mondom. De mi a fasz? Hogy... Lehet. Jó, értem, hogy a csibészek oda jár, mert olyan helyeken voltunk, de ez most kurvára nem tartozik ide. A maximum annyi, hogy a csibész becsület. Hát ezt mondom én is. Hogy a porba fingók izé jobban kiállnak egymásért. Nem lehet tudom, hogy esetleg látta az egyén már a szolgálat. Biztos, hogy nem, mert mindannyian visszajöttünk. Na, jó. Itt van minden személy a szállításra. Nem tudom már ki, aki. Úgy lehet, hogy tökre a tormás volt, értik, csak nem emlékszik rá. Én sem tudom valami, Peti, azt hiszem. De nem tudom, mert egy napja sem vagyok az állományban. Vagy talán pont egy napja. Én ezt nem nézem ki semkiből, hogy ilyen... Egyébként viccen kívül nem hiszem, hogy a tormás lett volna. De most tök mindegy, ne erről beszélgessünk, mert tehát türelmem az véges. Hát akkor 4 rendfokozat. Az igen. Holnap teli lesz a munkahogyi központ főnök, hogy így folytatja. Nekem ma akadémisták. 10 percen belül is akademista lesz. Annyira elpattintják az agyamat, akademista se lesz, hanem 10 munkanélküli. Még jó, hogy nem jöttem szolgálatba ma. Lehet, hogy nem attól mentettem meg a nem sültál jól, basszus. Tényleg ennyi gerinc nincs abban az emberben, hogy jelentkezzem? Előbb-utóbb úgy is ki fog derülni, hogy ki volt, és aztán akkor kirúg 10 embert, kirúg a 10 embert, de én nem tapasztalnának, hogy ez a hátralévő 9 mit csinálna egyébként. Szóval hát ha én egyszer, hogyha itt adtam a rendőrséget, adnak végig. Az biztos. Micsoda? Semmi sem. 5 rendfokozatnál tartom. Na, elraboltam az ékszereket. Itt állok, azt kifosztottam.
Pont rég voltam már hadnagy, de úgyis szerettem az lenni. Most elkezdtél számolni? Rég voltam már munkanélkül. Számolom, persze. Én is? Én igazából egy rendfokozat, de megúsztam, mert egyetlen egy rendfokozatom van. Magul, jöjjön már egy picit félre. Jó, még öblés alattunk. Nem menjünk ki. Egyelőre várunk. Aztán te is. Persze, Cooper volt a kiképzőm még, amikor itt voltam GMR-en az előző karival, de hogy ne ismerném. Most már nem csak a mi munkánkat veszélyezteti, hanem a túszok életét is. Fantasztikus. Ez a rendőri becsület. Szólaljon már meg az anyomajás. Előtegészséget. Előtegészséget. De lassan állami lesz állomány szinten. Dominik, jöjjön le a parkolóba. Még ő is. Futólépés. Jó kis karácsonyunk lesz. Hát, te! De mordálj, ahhoz van szerencsét. Szervusz! Jön már, Dominik. Érkezek, uram. De. Jobb szélén az akademista vegyen ki egy charger. Uram, jelentem. Nem, akkor majd a Dominik vesz ki. Hogy nem emlékszem? Hogy ne? Cooper, persze. Szélére az akademistával menjenek ki a belvárosi boltraplás helyszínét. Értem. Szevasz, Dominik. Hello, Art. A kimenőt már hirdették. Jó. És hol menjünk? A belvárosi bolt. Eljött az információt majd. Semmi másról nincs fogalmamra. Mármint, hogy volt egy rabszállítás, és valaki behívta a mentőket, pedig nem kellett volna még behívni. A mentők megkérdezték, és valaki kihirdette, hogy jöhetnek, és nem kellett volna, és nem vállalja. Ford Focus-eres, ugye? Igen. A helyszínen egyetlen egy dolog, Ford Focus-eres tartózkodik. Mi csináljuk, uram? Az áll. Tessék? Egy darab a Ford Focus. Park itt a helyszínen. Na, így kell lezárni. Most tanulom. Aha, oda kell egy olyan szar. Ez igen, pillanatra eltűnt. Ez igen, oda is kell egy olyan szar. Értem? Várjuk az ékszer és az információt. Az ékszer. Pillanat a kérdés. Ez a kettő indult egyszerre. Az egyszer üres. Idek Sandok 10-10. Tavó 10-7, talán visszatok. Pihenés, pihenés. A Ford Focus a városban, ugye? Pozitív. Én menjek majd betárgyalni. Rendben. Ebbe a ruházatot küldtek ki önöket? Kijöttünk, igen. Ez kurva jó. Azt mondjuk leveszem. Én is. Jó, tökéletes. Nagyon rossz volt egyébként a Flynn, rossz a szar. Ha én még nem pakoltam a szállításról. Mi se? Baszd be a kocsiba. Na, nem ez kell. Jó lesz ez. De ez kell, csak előbben a tekes volt. Aha, az? Mennyibe kérdezzük meg, hogy mi a helyzet. Önön meg... Igen. Ön meg cserélje le a izét majd, jó? Mert ön nem tekes. Vagy tévedek? Ja, bocsánat. Téved, igen. Bevetés is? Bocsánat. Igen. Igen? Mi meg csak
Hát igen, Dominik, csak ugye volt egy rapsetes, aztán a labaszás. Azt tudom, hogy el nézzük be. Belváros egyébként átmegy kettesre. Várjál, átmegyünk kettesre. Azt mondja, hogy... Jó, és akkor kettesen vagyok. Na, és akkor most így, és akkor most bemegyek utánuk. Igen. Ki az akcióparancsnok? Én. A kézikbe húzzam. Minek? Hát, már elbuta a szemére, hogy be van húzva a kézik. Nem kell. Jó. Inkább mondjuk az egyik edesat helyett hozzanak egy... Hogy ezek tudják majd ezzel tartani? Persze. Hát, hozzak egy izet, egy Mustangot hozok. Akkor tudják majd nem. Lehet tartani szerintem. Tartani persze, hogy lehet. Lehet. Jó, persze. Oké, akkor maradunk ez. Jó. Te vezetsz. Jó. Ebben vannak kajáim, geci. Remélem, tudtam. Az igen. Képzelje, van benne. Rámenem, meg szőlő valami. Ah. Valami italom. Most vásároltam ételt. Úgyhogy köszönöm szépen, most én nem kérek. Gondolom nem is ezért mondtad el. Ezt tudtam rá reflektálni, uram. Nagyon szerencsétlen. Semmit nem tudok bazzeg, annyit mindent elfelejtettem. Vegye el a tablettét, hirdetmények menüpont. Igen, tablet, igen. Hirdetmények menüpont. És ott... hirdetelj, hogy Mustang Velope. Hirdetek. Hirdettem. Szuper. Akkor lesz az akcióparancsnok itt, az akademista? Ő lesz, igen. Akkor segítek neki. Kettesen vagyunk. Én már kettesen vagyok. Mi vagyok én? Akcióparancsnok. Azt a labor út szivar végét. De majd segítek mindenben. Jó. Jelöljek, hogy ki lesz az elsődleges, meg a másodlagos a gépjárműre. Remben, mire figyeljek ennek kijelölése során? Hát... igazából ön dönti el, nem ismerem meg a kollégákat, hogy ki hogy vezet. Jó, akkor megkérdezem, oda jön velem, legyen kedves. Mehet a tormás előre, megyek másodlagosnak, de nekem mindig, hogy hova megyek. Tudod, dönts elő, aztán megyek másik helyre igazából. Tormás, itt van? Remben, szép napot kívánok, üdvözlöm, válsz, hogy Viktor vagyok, rendészeti tanuló. Engem nevezett ki Dominik akcióparancsnoknak, és azt szeretném kérni, hogy legyen ön az elsődleges egység. Rendben, nálunk az Ücske vezet, ha nem tudom, hogy vezessek én. Nem, negatív, az vezet, aki tud. Mind a ketten tudunk. Akkor a Torbás vezessen. Az Ücske vezet. Jó, akkor vezessen az, aki szeretne. Vezetsz. Flynn akart vezetni majd? Negatív. Mi lenne egyébként, hogyha csinálnánk egy olyan cserét, elindult, hogy a tormás átmegy hozzátok, Ádám? Elindult, úgyhogy mindenki kocsiba most. Ó, geci van. Mindenki figyelem. Miért nem rádióznák a munkáim? Rádióznak, csak kurvára kettesen vagyunk, csak mondom. Szőcsikettő. Most egyedül én maradtam itt. Ez majd a lépés egy nap alatt. Igen, szerintem is. Gépjármű érkezik. Jó, oké, akkor ezek helyet hoztok. Mi az, ami erre a erősebb? Mustang, 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 Mustang
És ezzel nem akar jönteni. Viszont úgy gyertek meg, hogy ne lássa, jó? Tehát nem kell látni, hogy egy pusztánkkal is itt vagy. Hát azt álljátok meg az autóbocsónál. Viszont akar egy új pusztánkalót. Szóval valaki, aki annyi erőt ét, az maga, hogy bemenjen pusztán, de az menjen. Kettesen van, ugye? Pozitív. Majd beül mellém, én pozitút. Keres azt a láj föl. Ja, az jó lesz, hogy beülöm ez. Szabadul. Parancs. Akkor beülök önhöz. Én fózni. Tudja a helyeket nagyjából? Nagyjából megleszünk. Maximum mondja. Jó. Mi most ide kell, hogy álljunk? Üldözni fogunk. Körülményesek vagyunk. És akkor... Szeriló keresi az akcióparancsnokot. Figyelek. Az elkövető szabad utat szeretne az egy túszért. Értem, merre? A szabad utat balra... Mi történt? A túsz most veri éppen meg a kedves túszárgyalunkat. Hát most egyébként. Most már igen. Tehát a túsz életéért az elkövető balra, majd jobbra szeretne szabadutat kérni. Jó. Ez megoldható kérés? Persze, ez a cuccon keresztül, vagy azon kívül. Kúton keresztül. Balra szeretném, balra. Ja, jó, szemjobb van. Jó, köszönöm szépen, elnézést. Balra fogom főzni. Azt mondja, hogy szöges drót nélkül szeretné távozni. Hagyjuk ott egy 6x6-ot. Mi? Azt mondta, hogy szöges drót nélkül szeretné, azt mondta, egy 6x6-at, akkor ott maradhat, úgy gondolom. Illetve az elkövető azt kéri, hogy az RS6 menjen egy csöppet arrébb, mert így nem tud beszélni, és ki fogja lőni a kereküket. Akkor mi meg őt? Jobb helyen vagyunk? Pozitív. Jó, akkor álljanak föl. Ki mennyire érzi, Mustanggal vagy RS6-tal tudjátok jobban tartani? A Mustanggal, tehát legyen mi a másodlagosak szerint. Igen. Akkor RS6 lesz az elsődleges Mustang. Mustang pedig a másodlagos, indult egyébként az elkövető, hogy szeretne. Jön ki az éből, tudod? Az ajtóba pofán lövöd. Nem vicces. De amúgy... Vicces, hogy az, hogy nálam van minden nem szar. Én meg itt van nálam egy felni is. Az fasza. Hát ez van. Indul az elkövető. Megkezdtük az elkövető üldözését. Ezt nem kell rádiózni. Bocsánat. Most egyelőre egyáltalán nem kell rádiózni, mert... Ha nincs itt a másodlagos, csak akkor kell. Értem. Ne menj bele. Lebárkizet.
Leperkizet, de neki leperkizet. Szándékosan nem megöttem, ez érdekes. Pedig mindig bejött, kettőből kétszer. Nagyon jó. Jó, másodlagosak lennénk. Mostan voltunk úgy másodlagosak. Most sem. Az baj. Igen, teljesen vissza is ki a főútra majd. Ennek egy elől. Nagyon cseles egyébként, de utána állandóan visszavág, úgyhogy a környéken marad, ami egy kicsit gyanús. Nem baj. Követ minket egy lila Evo. Jó, hol jön ki? Megbasszuk, hogy arra megy el. Kádám. Látjuk meg, igen. Persze, tolj bele a falba, baszd meg! Jó, van, direkt megálltam, hogy ki tudjon kerülni, de akkor, de... Baszta kurva. Faszom, jól van? Aha, meg vagyok. Jöhet az info. Hogy ki elütközté. Ki lefoglalta fele. Balra megy. Megint balra megy. Adom a hal. Au. Másik irányba ment, valószínűleg nem véletlenül követték. Nem tudom, hogy volt-e rá vizuál. Hát... Látják még? Nem. Aha, nem volt rá vizuál, amikor oda mentek ki. Írjába jelentés, Dominik. Tudja, hogy most kell? Persze. Akkor igen. Ez a parasztok most pont jól lett volna megfogni. Mi az, hogy ütögettél tiszta jelölt? A túsztötte. Vagy a... mi? Túsztötte a túsztárgyalót. A túszt... ütötte a túsztárgyalót? Igen. Kreatív útvonal. Ez, megnézem a partot, hátra lement. Nem valószínű, ott a parkolóban egyébként álltak. Nem tudom, hogy ő volt az. Nem hiszem, az egy étterem. Az. Ilyenkor nekem kell mondani, hogy elveszítettük? Nem, hogy az akcióparasztok megkérdezik. Másodlagos visszatér kapitányság. Kérdez, hogy látjuk-e meg? Hát a másodlagos már visszatért a kapsra. Igen, csak nem kaptok rá engedélyt. Hát a... Keresjük meg, Dominik? Hát, fölösleges. Van valami olyasmi, hogy elve fél óra múlva kint lesz a doknál, az amit kinézhetnek. Polónál, bocsánat, az kinézhetnek, ha nincs ott, ott a jöjjnek. Mondja, mondja, mondja. Ott lejöttünk. Ja, akkor jöjjön vissza. Köszönöm.
Azért ez megy egy 260 az autó. És nem tudom, hogy miért aggolok, tehát hogy fogalmam sincs, 73 FPS-en van, és képekbe látom a játékot. Abszolút nem volt smooth az előbb. Most picivel jobb, de mindig. Nem. Sajnos. A faszolástak mi lett amúgy a végeredménye? Nem tudom, hogy magamat fogom megszabadni. Megszabadni, geci. Olyat szólom telefonál, mindegy. Vagy 10-10. Geci. Válszolj 10-10. Én is látom. Lesz a lebaszásnak még folytatása, uram? Szerintem nem. Már szerintem Markus valamikor mondjuk biztos. Valamikor biztos lesz. Tormás 1. Hát akkor további szus kellemes tapot. Önnek is. Hát kreatív volt a helyzet, nem tudom. Most ja. Ha én leveszem a sisakomat, vagy on. Várjuk, ha én most leveszem a sisakomat, akkor, mármint hogy így leveszem, akkor... Aha, eltűnik. És ha felszedem, ma visszajön. Akkor leteszem és áttöltözök, és akkor talán nem lesz ott rajtam. Vagy ha áttöltözem, akkor alapból lejön ugye a sisak, és akkor lehet, hogy ez is lejön. Jó, hát megnézzük. Lényeg az, hogy raktárban most visszapakolunk mindent. De előtte kiszedjük a Fast Use-ból, és nem az F1-et nyomkodjuk. Jó, hú. Na, azt mondja, hogy ezt letesszük. Ne, ebből ott van, de amúgy egyébként még nem kell mozgatni. Jó, ez marad nálam. Az is megy. Jó, először a karaktert nézünk. Na. 5 ide be. 1 ide be. 1 ide be. Ez majd föl. Ez ide be. 2-t elhasználtam, az 5 megy ide. Jó, most tipi. Fegyverbe rakás. Jó, és a lőszert is berakjuk. Ajaj, szituáció van. De én meladtam. Csak még kell időzök itt egy órát, mire ne tapasztalok. Jó. Most nézzük meg, mi történik, hogyha átteltezem. Ez egy ATM. Nézzük meg, mi történik, hogyha átteltezem. Azt mondja, hogy szépen ide megfogom, civil ruha, áttöltözöm. Aha, jó, minden lejött. Akkor kész, és akkor... De ez a... Basz, hogy berádiózó az egyesem volt, a kettesem volt. Jó, hát akkor that's all folks. Jó, így ezt megfogom, ide kijövünk. Az a baj, hogy ez komplett rutin. Egyszerűen ezt bezárjuk. Jó. De kiszaladok és kimegyünk oda oldalra is. Jó. És akkor itt lépünk ki, mert csövesek vagyunk. Jó. Azt mondja, hogy oké. IC minden megvolt. Még annyit kell itt csinálni, hogy... Hova kell leírni? El vagyok veszve. Van egy ilyen, hogy szor. Igen, és akkor ide kell elvileg. Aha. Jó, mennyit voltam szolgálatban? 2 óra 14 percet. Jó. No. Nem tudom, mit fogtok látni belőlem. Valószínűleg semmit most. És... Jó, nos. Hát akkor hello és sziasztok. Szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmet, aki itt volt és végigkövette a röpöt, a mai sessiont.
Jó volt, jó volt. Köszönöm szépen a figyelmet, hát a legközelebb találkozunk. A sori az, vagyis hát a sorozat igazából most már két részes. Megtekinthető lesz YouTube-on, ezt itt a leírásban megtaláljátok. Úgyhogy köszönöm szépen a mindenkinek a figyelmet, és szervusztok, szervusztok. Nem tudom, hogy lesz a outro, valószínűleg nem, úgyhogy csak az end screen és ennyi. Hello!